A magyar sportlövők eddig 7 arany, 3 ezüst és 7 bronzérmet szereztek az olimpiai játékokon, legutóbb 2004-ben Igali Diana állhatott fel a dobogó tetejére. 4 éve Londonban 3-an képviselték a magyar színeket, Rióban viszont 8 magyar versenyző állhat majd lőállásba. A válogatott keret fele, azaz 4 versenyző 3 napon keresztül Nyíregyházán vett részt egy mini edzőtáborozáson. A célkitűzés az, hogy legyen 2004 után újra érmes sportlövő az olimpián. Ez nem változott attól, hogy a kvóták száma nagyobb lett, sőt, olyan versenyzők szereztek olimpiai kvótát a tapasztalt olimpikonok, öreg olimpikonok mögött, akik fiatal tehetséges sportolók és már korosztályukban szereztek érmeket, illetve világcsúcsot lőtt Péni István például azóta, mióta olimpiai kvótát szerzett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon erős a csapat. A Londonban 6. helyen záró Csonka Zsófia 4. olimpiájára készül. A mindkét pisztolyszámban induló hölgy Rióban szeretné kamatoztatni eddigi tapasztalatait. Nyilván a legfrissebb emlék London, és amúgy a legjobb olimpia, én azt gondolom, London volt a 3 közül. Nyilván ez egy szubjektív vélemény, viszont az összes dolgot egybevéve nekem London volt a legjobb. Atén volt talán még, ami így kiemelkedik, és az, ami ugye az első olimpia volt, egy teljes új világ nyílt meg előttem, és új élmények. Most már azért egészen más szemmel készülök én is, és más szemmel nézek egy olimpiai falut, vagy egy helyszínt, és egészen mások a céljaim, mint akkor. 2014. szeptemberében a sportlövő világbajnokságon Tobai sikeren által szerezte meg Magyarország első riói kvótáját. A szintén mindkét pisztolyos számban érdekelt versenyző először lőhet majd 5-karikás játékokon. Azt szeretném, hogy kihozzam magamból a maximumot, egy nagyon kiegyensúlyozott felkészülésen vagyok most már túl, illetve most fordulunk rá ugye a célegyenesre, most jön a 2 hónap hajrá a végén, és szeretném, hogy egy maradandó emlék maradjon ez az olimpia. Az edzőtábornak otthont adó Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői is mozgalmas napokon vannak túl. Először is egy junior világkupán vettünk részt Vareha Attilával, ahol el tudom mondani, hogy nagyon ügyesen szerepelt, hiszen a korosztályával megint egy kategóriával feljebb indult, és egy nagyszerű tapasztalatgyűjtése volt elegendő. Ezek után Ljubljánába mentünk egy ESC döntőre, ahol mondhatom, hogy történelmet írtunk, hiszen magyar pisztolyos csapat még soha nem jutott döntőbe. Vilmos, Attila, illetve a nagy Vivien bekerültek a döntőbe, úgyhogy Bolognába folytathatjuk a versenyt. Ezek után pedig 2 napja az olimpiai reménységek bajnokságáról tértünk haza, ahol Vilmos a remek szereplésével kivívta, hogy az Európa-bajnokságon részt vehet Tallinnban. Az említett Agádi Vilmos is részt vett azon a speciális versenyen, amelyen az olimpikonok is lőállásba álltak. A győzelmet a Csonka Zsófiával megerősített nyírvévé csapata szerezte meg a Nyíregyházi Városháza együttes előtt. A 3. helyen a Tobai sikeren átás soraiban tudó Kelet-Magyarország szerkesztőségét képviselő csapat végzett.